Ja, inkább nyomom a space-t. Sziasztok! A cég CEO-ja és egyik alapítója Peták Péter, és szoktam azon bosszankodni így hazafelé menve, hogy így fú, hogyha ha az de jó lenne, de hogy ő nem fogja hagyni, meg mit fog szólni hozzá, és így azon töröm a fejemet, hogy de hogyha ha nem lenne, vagy enyém lenne a cég, ami enyém is, de hogy ilyen fura, akkor lehetne. És ebben segít nekem a Holacracy, ez az, amire nekem hasznos. És hogy segítsem elhelyezni az egészet, azt hiszem, hogy úgy könnyű kezdeni, hogy amit ismertek, kétféle ilyen nagy menedzsment paradigmát, a teljesítményközpontú, hierarchikus, mindenki valakinek reportol rendszert, és a lapos, legyünk együtt jól, igyekszem nem menedzselni módon menedzselem a céget, a formát. És mind a kettő azt a függvényt valósítja meg, ami szerintem a menedzsmentnek a leírása, fogja a világot, az erőforrásokat, meg az embereket, és kitalálja azt, hogy ki mit csináljon, és kinek mit szabadjon. Kb. Erről szól szerintem így a legegyszerűbben az, hogy mi az, hogy menedzsment. És ennek egy implementációja, a Holacracy is ugyanezt csinálja, mint ezek, ezen a metaszinten van. Amikor élesni fogok. Igen. És amikor jól működik, akkor tökre hasonlít például a jól működő Scrum csapathoz. És ott is vannak jó gyakorlatok, hogy így beszéljünk minden nap egy kicsit, és azt ne legyen túl hosszú beszélgetés, álljunk föl, tudjuk, hogy mit tervezünk a hétre, ezek mind jó gyakorlatok, de mint igazából múlik egy jó Scrum csapat, azaz, hogy tudja mindenki, hogy mikor mibe szól bele. Ha ott van egy csomó jó Scrumos gyakorlat, de jön a business igény, és szerdán kibővít két kártyát még három acceptance kritériával, és a másikat kivesz, és a kettő másikat betol, akkor a legtöbb értelme a Scrumnak elveszett. Lehettek jó gyakorlatok, de hogy amire az egész szól, az érték többsége, az eltűnt. És valahogy ezt hozza vissza a Holacracy szervezeti szinten. Mert ugye azt szoktuk, hogy vannak megállapodások arról, hogy ki hogyan használja a hatalmát, és általában, ahol eddig céget látom, mindig ez volt, volt már ennek olyan kártyája, hogy jó, de most ezt megváltoztatom egy kicsit, csak 10 percre, aztán folytatjuk, tényleg azt csináljuk, szkámozunk, de most egy kicsit ne, vagy bármilyen más megállapodást fel tud rúgni egy kicsit, de aztán visszacsinálunk, és úgy teszünk, minthogyha az lenne a megállapodás. Az igazi megállapodás az az, hogy bármikor bármit felrúghat, és a hatalom ott van, nem egy közös megállapodásban. Ennek az a következménye, hogy mindenki úgy van, hogy így jaj, mikor jön az, hogy belefutok ebbe a láthatatlan kerítésbe, amiben kisebb kicsi áram is van, és ha elkezdünk ilyen óvatosan, félve, kicsit defenzíven manőverezni a cégen belül, mely lehet elérni munkát. Ez nem azért van így, mert rossz emberek vagyunk, hanem azért, mert a környezetben így tudunk dolgozni. Itt tartok. Ez azért van, mert nem tiszták a szabályok, és igazából amire visszatérünk, az a működés, amit kell milyen törzsi korunkban fejlesztettünk ki evolúciósan, hogy így a képben hangosabban üvölt, annak igaza lesz, vagy meghalok. És hogy van ez a rész az agyunknak, amire ilyenkor visszatérünk. És bármennyire is szeretnénk jól cégvezetők lenni, vagy jól cégtársak lenni, vagy bármit csinálni, ez behúz, mert egyszerűen annyira erős. És beleesünk abba, hogy jaj, áldozat vagyok, ó, hogyha ő megengedné, ó, hogyha segítene nekem, akkor biztos sikerülne, vagy az ellenkezője. Az a szemét, hogyha ő megjavulna, vagy meg tudnám szerelni, vagy csak eltűnne ebből a cégből végre, minden jó lenne. Egyik se igaz, mindenket tök hülyeség,
de az a gyíkagyi rész egyszerűen ezt mondja, és annyira mondja, hogy minden mást elfelejtünk. És ha nincs jó kapaszkodó, kb. Baromi nehéz kimászni. Akkor kell hozzá több nap, több hét, több év, egy élet, mikor mennyi. És amit ad a holakraszi, az az, hogy van egy olyan közös megállapodás, szabályrendszer, amiben lehet bízni. Ami jó annyira, hogy rá lehessen bízni egy céget, ne kelljen azt mondani időnként, hogy így, hú, most csak 10 percre ezt így kerüljön ki, és most legyen kicsit más, igazából nem az van, hanem a másik. Lehessen rá bízni, és amint rá lehet bízni, amint a hatalom átkerül valahová onnan, hogy bárki bármikor megváltoztathatja, lehet benne bízni. És az, hogy lehet benne bízni, az azt jelenti, hogy fogózkodót azokhoz a helyzetekhez, amikor beleesek abba, hogy így, ó, bárcsak, hogyha ha ő azt mondaná, hogy és akkor könnyű lenne. Vagy az a hülye, ha megszerelném akkor. És ez szokott történni akkor, amikor így gondolkozom és pörökre bennem, hogy így, na, hogyha mit fogsz volna Peták ahhoz, és hogy bárcsak a kicsit másképp gondolkodna, és akkor rájövök, hogy ja, hogy megbeszéltük, hogy ez az én dolgom, és hogy ebbe ő tudom, hogy milyen módon szólhat bele, és akkor rájövök, hogy én ezt nem is próbáltam ki, csak egy ilyen nagy fantáziaképet festettem arról, hogy így mi lenne, ha, és miért nem jó az, és hogyan vagyok áldozat. És ez az a fogóckodó, amit a holakraszi ad. És azt hiszem, hogy azok a részei, amik így ilyen kis trükkök benne, sok jó gyakorlat van benne. Hogyan lesz egy meeting hatékony, hogyan mérjük le azt, hogy ki mit csinál, hogy az legyen könnyen követhető, azokat lehet használni holakraszi nélkül is, jó gyakorlatok, whatever. Ami szerintem az érték benne, és olyan, hogy a Scrum, hogy az egész együtt működik jól, és amitől igazán hasznos, az az, hogy egy olyan átalakulást tud csinálni az egész céges, szervezeti, hatalmi térben, amitől nagyon könnyű felnőttként, együttműködő partnerként sok időt tölteni, és ha beleesünk valamibe, akkor onnan kimászni együtt. Igen, és kérdezzetek! Amikor egy három hete azon puffogtam, hogy így fú, de jó lenne, hogyha lehetne változtatni azon, hogy hogyan értékeljük a havonta a teljesítményt, akkor az egy óra volt, mire rájöttem, hogy ezt én tehetek, és nem mondjuk három hét, vagy három hónap. Fogtam magam, és javasoltam azt, hogy legyen így, és kiderült az, hogy pontosan mik azok a részek, amiben egyetlen értés van, tudjuk tisztelni, hogy kinek melyik be van döntési joga, és tud haladni a dolog. Az ilyenekben mennyire érzed azt, hogy ez a holakrasznak köszönhető, és mennyi jön abból, hogy egyszerűen kis cég volt, akkor ne lehet beszélni a dolgokat? Onnan gondolom, hogy a holakrasziról szól sok van, hogy az az a pont, amikor átfordul, amikor holakraszi jut eszembe, hogy mi a megállapodás. Az is egy megállapodás sok cégnél, hogy kis cég vagyunk és mindent megbeszélünk, ez egyrészt nem jól skálázódik, mert a kis cégség eltűnik a skálázódással, másrészt meg a könnyen vannak benne vak voltok. Mennyi, hány ember dolgozik együtt ezzel a módszerrel? Nálunk 20, a legnagyobb cég, aki ezt csinálja, az Amerikában az Zappos. Ők ilyen 2600 körül vannak. Ott valahol voltatok. Ez minden egyszerűen van, úgyhogy szóval, de elmondtál, hogy leírt szabályokat, az itt tartja, akinek van hatalma, ez a dolog megosztás sikerül lehet? Pontosan erről szól. Tehát az nem kell egy struktúrális átalakulás, csak egyszerűen az, hogy a főnökézet az és olyan magára tartozó szabályokat. Annyi plusz van, hogy a főnök nincs változtatja meg a szabályt tetszőleges pontokon. A különbség az az, hogy a király bármikor ír törvényt, vagy alkotmány van, amit nem ír át bármikor bárki jó esetben. Egy utolsó
hogyan változik meg az alkotmány, ha meg kell változni? Ez egy nagyon technikai dolog. Aki beleönti a hatalmát ebbe a szabályrendszerbe, az a jogi képviselője a cégnek, tipikusan a CEO vezérigazgató. Ő az, aki elköteleződik arra, innentől kezdve ezen kívül nem fog tenni, vagy ha igen, akkor vállalja az egészet visszavonja, és azt mondja, hogy jó, innentől kezdve teljesen más szabályok szerint játszunk. Neki van hatalma az egészet bevezetni, neki van egyáltalán hatalma a cégben, neki van az egészet hatalma változtatni, vagy visszavonni. Csak ez egy olyan lépés, amit nem lehet eljátszani, hogy most csak 10 percre vonom vissza, és senki nem fogja észrevenni, és ettől más, mint a teljesen szabad törvényhozás. Jó. Sör mellett. Jó, sör mellett. Köszönöm.